nézzük akkor a bevonulásokat. This is the William Hill World Darts Championship. Time now to meet our players. Ladies and gentlemen, the winner of our two challenge tours, would you please welcome heavy metal Ryan Searle. From the Netherlands, ladies and gentlemen, taking part in his fourth World Championship, the former World Match Play semi-finalist, the Black Cobra, Jeffrey de la No, hát akkor a következő találkozó a mai nap során a második mérkőzés, és hát ez már ugye második körös találkozó, és hát azt gondolom, hogy mindenképpen van, illetve lehet érdekessége. Sokat nem találkozott egymással a két dárcos, összesen eddig három meccset játszottak, abból egyet Jeffrey de Zwaan, kettőt Ryan Searle nyert. Legutóbb február 15-én Wigenben találkoztak egy elődöntőben, a Players Championship elődöntőjében, ahol 7-5-re, tehát egy szoros meccsen tud nyerni, de ugye azért annak más a lebonyolítása. Úgyhogy meglátjuk, hogy most mire megy. Danny Laubit vert egyébként. Ryan Searle, igen. Az első körben, bocsáss meg, Ryan Searle. Nagyon érdekes meccs volt az is, mert ott azért nem, tehát hogy mondjam, azért nagyon kiélezte Ryan Searle a dolgokat, de végül is azért azt a találkozót behúzta Jeffrey de Zwaannak, miután ugye 23. a világranglistán, ő előnyerő volt az első körben, ugye a második pozíció, vagy a második körben kezd. Egy tripla egyel kezdi a meccset Ryan Searle, és aztán nem dob triplát lent sem. Meglátjuk, hogy mit tud a holland így hirtelenjében. 100-as. Ugye ennek a mérkőzésnek a győztese majd az Ian White Kim Hybrex összecsapás győztesével fog megmérkőzni. És ugye ezen az ágon van még Bunting, Wade, Simon Whitlock, Darius Labanauskas, Krzysztof Ratajski, Ryan Joyce, majd itt van a Gabriel Clemens, Nico Kurz, és természetesen Peter Wright. Ugye, hogyha négy részre osztjuk a egymás után a táblát, akkor ez a hármas táblanak számító rész, ugye itt van legfelül a kettes számú kiemelt Peter Wright. 60-as. Nem nagyon jön még Searle-nek. Lent jön a tripla 19. 96 a dobás de Zwaantól. Nem jön a tripla 17, így nincs kiszálló. 74, az viszont van, 32 a maradék. Szenzációs kerekítés volt 32-re. Hüvetál meg nem dobja a triplákat, most 60. Nem nagyon tetszik neki. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon-nagyon nagy szurkolótábora van Ryan Searle-nek. Igen. Tényleg, igen. Nagyon sokan várták ezt. Meccset nem dobja be. Itt egy 160. Matt Campbell és Damon Hertha dobott 160-as kiszállót. 40. If you require 16. Na, még mindig na. Nem. Nem dobja, tudja be. Bedobni. Egy szektort kell dobni Searle-nek. Nem szeretné
Ilyenkor mindig az nem akarja, hogy megnyerje. Sima megvan. A tripla megvan is. Megvan, és a dupla 20. Bedobja! 120! Ez hihetetlen! Mostani etap, ez az esti, ez a 100 fölötti kiszállók nap része. Igen, nem volt eddig kevés. Hát volt, hogy 4 vagy 5 az előző meccsen, nem? Hát szerintem 3-a. 4-et dobott Keegan Brown. Nézd már meg, de szerintem 4-et dobott Keegan Brown, és 1-et, vagy lehet, hogy csak 3, 2... 4 volt összesen. 4 volt. 4 volt. 3-1, így nyert Keegan Brown-nak. 180! Uda jó meccs lesz ez. Főleg, hogyha majd tömegbe elindul Searle is. Tehát ez volt az ötödik az esti etapba. 60, 127 a maradék. Aj. Az is jó. Gyönyörű. 174. Nem lesz így kiszálló, tripla 19 nem jön, 78 a maradék, 88-at megoldhatja Searle, ájjájjáj az ötös, vagyis hát bocsánat, 3, 85 a maradék, az megvan dupla 20, bedobja! Na, azt a mindenit. Ez a 120-as kiszálló mit hozott neki? Beindult. Bizonyám, és így most kezdhet. Száz nyolcvan! Jön a válasz! 180! Aj, az alá ment a negyedik! 131! Jó, de szenzációs játék most! Nézzük, hogy folytatja de Cván! Aj, az ötösbe elmegy! Második tripla már jó! 125! Aj, 40 pont, tehát most elcsúszott. Na, 140, marad az 56. Ú, mekkora break sansza van most. De Cvánnak, így biztosan nem lesz kiszálló. 56, if you require 56. Aja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 j
szándékozva hát az első szettet Sörlek de Cwan. 32-re lekerekített. Megvan is a dupla húz. Dupla húz még mindig. Nem tudja bedobni. Itt lehet akkor a szépítés. Dupla 16. Bedobja. Megoldja. Alakul a meccs. Nagy. 180! Értetlen milyen harmadik 180 a négy ugye a meccsen. Negyedik megint alá megy. 58. Hoppá, ez most jó. 100-as. Túl sokat bólogat Ryan Searle. De Jeffrey de Cwan meg mindig belehibázik egy picit, hogy tökéletes legyen a játéka. Jó a ritmus a játéknak, minden. Jó iramú, ahogy a Laci mondta. Jó iramú meccs. Igen. Ez jó. Az is. 140. Kellett ez bizony. 81 marad. Azt hittem 172, bocsánat. 125-ös. Nem lehetett az azért, az akkor erős hátsó pálya lett volna.
62-je van, de rámegy a tripla 10-re, és a 32 bedobja! 81-et. 2-2, visszajön. De jó állapotban van ő is. 44-es a kezdés. Jelen pillanatban ezzel... és 40-et tud rá válaszolni. Visszadolgozza magát 0-2-ről, és 40-et dob rá. Itt viszont dob két triplát Searle. Hmm. 81 megint. És a nehéz bombázók megrepülnek a tripla 20-as felé. 140. Az is jó. 140 a válasz. De azért előnyben van most. Kezdésből adódó és pont előny is. Új, de gyönyörű. 140 marad az 52. Az igen, 240-ről 60-ra. 9-es, és a dupla 20 megvan. 52-ről behúzza. 1-0. Ryan Searle-nek. Mindjárt folytatjuk. Közben nem. Még nem folytatódik a mérkőzés, addig jött egy kérdés, hogy nagyon sok balkezes játékos tűnik, tehát hogy hány balkezes játékos van idén. Hát 7 darab összesen, James Wade, Mickey Mansell, Ron Mühlenkamp, James Bailey, Danny Laube, Junior Ryan Mickle és Neil Zonerfeld. És ebből James Wade még benn van, meg Mickle is. És Mickey Mansell is. Sajnos egyre több kiesik. Volt izgalom az első szedben. Hát volt bőségesen, igen. Gyakorlatilag az első két leget Decván oda ajándékozta Ryan Searle-nek, már most ezt azért idézőjelben mondom, mert nyilván ezzel azért valamilyen módon élni is kellett Searle-nek, aki szépen kiszállózott. Majd aztán Holland vissza küzdötte magát 2-2-re. Ugye végül is Searle behúzta az első szettet. Úgyhogy nézzük a folytatást. 43-a válaszolt a 97-re. Közben jött egy kérdés, hogy tudunk-e valamit Barneyról, hát ő ugye abba hagyta. Azt tudjuk, hogy nevezett a Q-School-ra, úgyhogy január 14-től játszani fog a Q-School-on. Hogy sikerül-e Pro Tour kártyát szereznie, az majd kiderül. Száznegyvenes. Hú, már vártam ezt a kérdést. Ugye eltalálta a speakert már Dárc. Idén még nem volt. Hogy idén még nem találta el? 180! 237 cm-ről kell dobni, 173 cm magasan. Ó, azt meg besokalt, igen. Így van, 78 a Searle. Decván szépen tönkre teszi magát. Ó, megvan, bedobta! Megint egy bré, bizony. A 173 cm magasan van, igen, áttolta.
173 cm magasan van a Bullnak a középpontja, az átló pedig 293,4 cm. Százas. Száznegyven. Ryan Searle-nek úgy van eddig négy nyert lege, hogy hat kísérletből négyszer ugye eltalálta a duplát. Tízből kettőre áll Jeffrey Detzván, az 20%-os kiszállózás. Hát az nem olyan jó. 81, 180 a maradék. Váltás, jön a tripla 19, de csak egy, így 77-es a dobás. Hey, 85. Igazság szerint egyébként. 58. Ryan 98-as. 95-ről. 79. Letolja magát? Le. 180. Egy kicsit dübel éreztem ezt. Dupla 4. 2-0. Hát ez hihetetlen. Közben eszembe most írtak rám, hogy voltunk valami dárcoztatáson, ahol egy kis srác mellbe dobott nyíllal. Egyfolytában engem nézett, és tőlem a tábla körülbelül 3 méterre volt, és annyira nézett, hogy mondtam neki, mit kell csinálni, hogy csak tompítani tudtam a dobását. Ó, így itt most nincs tripla a Searle-nél. Ó, már mennyi 5 darab 180 fölött. De jó! 137-es. 54 a maradék. 120. Na most megcsinálja a duplát végre. Dupla 20. Még mindig a dupla 20. Bedobja. 15 nyiras leg. De viszont a Searle kezdhet a 2-0-áért. Meg a 3-1-ér is. 131. Jó kezdés. Kikerül a kis 140. De olyan jó játszik, 9 nyilas kell dobni ahhoz, hogy tudjon brékelni. Nem fog most 9 nyilas dobni. De egy 140-et odarak ő is. Van egy tripla, 130. Kiszállón tehát Ryan Searle. Hova megy? Ez jó, igen. Dob két. 134. Dob. Meg kell oldani a 130-at. Egy. Jó. Kettő. Az is. Dupla öt. Feledobja! Három óriási meccs. Várjuk a folytatást.
Egy kis bearangozó itt a karácsony előtti napokra, de minket talán most egy kicsit jobban érdekel, hogy ismét egy olyan meccset látunk, ahol valaki hiába dob lényegesen jobb átlagot az ellenfelénél, mégis hátrányban van, méghozzá nem is kicsi hátrányban, mert egyszerűen Ván 99-es átlag fölötti eddigi összteljesítménnyel 2-0-ás hátrányban van Ryan Searle-el szemben. Hollandnak tehát eléggé kifele áll a ugye egyelőre a világbajnokságot illetően. Na de azért láttunk már nagy comeback-eket. Azért a 32 grammos ez volt nyílas, a 130-as. Ez nagyon szép, meg volt egy 120-as is. Igen, kiszálló, ami ugye az esti program legnagyobb kiszállója eddig. És mondom, hogy azért nem szűkülködünk a 100-as kiszállókban, a 120-as kiszállókban. Nem, az egyikben sem. Jelen pillanatban ugye este, ez most már a 6. 100 pluszos kiszálló. És legnagyobb problémája Decvánnak az, hogy még ráadásul Searle is kezd. Egy 97-essel. Ami biztos, hogy az átlagot tartani kellene, és ehhez föl kéne még egy kicsit tolni a kiszállózást, és akkor még azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell temetni a Decvánnak ezt a világbajnokságot. De hát meglátjuk, mert nézzük, el tud egyáltalán jutni. Oda, hogy most dobjon. Hopp, egy szektoriba. A legjobb kor. Searle nem dob triplát, de dob triplát lent. Hoppá! Oh. 39. Ó, ez most nagyon megviselte őt, úgy néz ki. 20-asra kell, 96-tal 170-e van. Kell két tripla. Nincs kiszálló. Óha. Leakadt most. Hoppá. Hoppá. Ó, micsoda mellé dobott, hogy pont kerekített 32-re. Ó. Igen, az a baj, ezeket a 107-es kiszállókat nyilván akkor fogjuk látni, hogyha kiélezett a dolog, mert ilyen helyzetben tényleg a sportszerűség és Ryan Searle lőtt le a kalappal, csak hát most mi a helyzet? Nem dobja be! 80! Na ugye! Itt a lehetőség a 80-ra! És ha most Decván kidobja, akkor aztán a fair play az persze, meg a sportszerűség, és a dupla! Hát ez hihetetlen! Egy pont alá dobja! Visszajön a lehetőség, dupla 4, ezt már dobta. Dupla még egy nyila van, rá bedobja. 1-0. Közben itt van egy ilyen szűkített csoportunk, amiben megy a értekezés, hogy Bunting meg a Searle, Bunting és Searle összecserélni a nyilait. Mi lenne, hogyha Bunting ezekkel a 12-13 grammos nyilakkal dobál? Hát pont annyira kerekített most, nem? Ott az előző 170-ről. Hát... Rocker srác, erős gyerek. 57. Egy tripla. 140-nel. Most megint mondom azt, hogy fénysebességre kapcsolt Searle, de... 97-et dob, Decván. Elmegy az egyesbe, aztán levált a triplába, kétszer is dobja. Gyönyörű. Jól tudott korrigálni. 96-od dob, Decván. Ez itt nem kiszálló, teljesen együtt, 2-18. Lesz-e tripla? Lesz. 94, 124 marad. Ez most. 180! 38 marad a dupla 19, de a tripla 20 megvan. A 14 és a... Gólt kellett volna dobni, de nem jön. Ne maradt így. 25 pontja, 99-et dobott. Hoppá! No score. Ezt nem hiszem el.
Mit a bitus, mire gondol? Bedobja! Megbünteti. Itt most már nincs appelláta. Nagy slamasztikában a 23. kiemelt a búcsú határán a holland. Egyelőre ez nem az ő estéjük. 134. Van-e innen visszaút? Az az igazság, hogy akkor ezzel a kiszállózással nem hiszem. És most már 180! A 8. 180-át dobja. Egyet, bocsánat, kettőt dobott eddig Ryanson, ott van, látszik. Hát Ryanson mondja, hogy egy leget már csak nyer. 189! Tamásnak most már rámegy erre. Mert az nem a leggyorsabb kör a Forma 1-ben, hogy majd kap érte egy pontot. Ha. Hát ez hihetetlen. Bedobja! Elvesz egy leget. 12 nyilas leg hátsó pályán. Száznegyven. Jó kezdés. Ugyanúgy kezd Szörlis. Igen. Na. Soha rosszabb meccset. Aztán egy ötös. Nincs tripla. 43. Megbüntettél miatt? Szörl. Nagyon úgy néz ki, az mondjuk tripla egyes. 123. Nem nagyon kell vele foglalkozni, hogy most benne van. Ha benne van a sarokban, lógis, akkor is benne marad, hogyha arra dob. 140 dobdokkal. Nézzük a kiszállót. 180! A legjobb, meg viszont a legjobb kor. Egy 18 kell. És egy dupla 20, és itt a vége. Megoldja egy 11 nyilassal! Detzman is megtapsolja, mert ez tényleg parádés játék volt Ryan Searle-től. Legyőzi a 23. kiemeltet. A holland búcsúzik, Searle megy tovább. És ez egy kicsit, ha a szetteket nézem, lényegesen könnyebb meccs volt, mint a Lobé elleni. Első fordulós 3-2. Hát kérem szépen! Mint egy olyan játékost láthattunk, aki azt gondolom, hogy okozhat majd még jó néhány érdekes és kellemes pillanatot. Meglátjuk. Sima 3-0, a következő találkozóik pedig van egy pár perces szünet, Johnny Clayton és John Henderson mérkőzése következik nem sokára. It's so important to get back to these kind of surroundings. Okay, no being crowded is so different, but it's so important. What the PDC have done to get these tournaments on has been fantastic, so we're quite lucky.